Szolnoki vár kellős közepén vagyunk, pillanatnyilag, egy ágyugolyó mező kellős közepén. Ezek nagyméretű 15-17 kg-os ágyuk, és egy halomba vannak itt elhelyezve, ami azt mutatja, hogy ezek eredetileg is itt voltak deponálva ezen a területen, és a 18. század elején itt lehetett, a Rákóczi szabadságharc idején itt volt egy lőszerraktár kialakítva. Ezek az ágyugolyók egyébként egy vörös réteg fedésében találhatók. Ez a vörös réteg itt látható mögöttem. Ez a vörös réteg, ez a vastagon átégett hamus vörös réteg, ez egy pusztulási réteg. Azt mutatja, hogy ezeket az ágyugolyókat ugye egy omladék fedi, és nagyon valószínű, hogy ez az ostrom, az utolsó ostroma ekkor volt Szolnoknak 1710-ben, 1710 őszén, amikor Csajági János brigadéros védte, Kuruc brigadéros védte a várt, és a császári csapatok huszani tábornok vezetésével ostromolták, és két napig gyakorlatilag folyamatosan bombázták Szolnokot. És ekkor a szétbombázott vár védői meg is adták magukat rövidesen. És ez az ostrom emlékét őrzi, ez a vörös réteg, illetőleg a vörös pusztási réteg alatt eltemetett ágyugolyók. Vannak kisebbek is, kezembe tartok egy kisebb ágyugolyót. Ez szintén a 18. század elejéhez köthető, 1700-as évek elejéhez köthető. És nyilván vannak másfajta ágyugolyók is, amik nem vasból vannak öntve, és nem tömör, nehéz öntött ágyugolyók, hanem kőből faragták. Mindjárt megnézzünk egy olyat is. És itt vannak a kőgolyók előttem, egy, ezek közül is kettő példány, egy nagyobb és egy kisebb. Ezek viszont már nem 18., hanem 16-17. Századi ágyugolyók. Kézzel készültek, és a törökök gyártottak kizárólag kő ágyugolyókat a vas mellett is. Lehet látni, hogyha felvesszük, hogy nem is teljesen szimmetrikus golyókról van szó. Nagyméretűek, kézzel vannak kifaragva. Valószínűleg a raboknak adták ezt feladatként a törökök, hogy a rabság alatt ne unatkozzanak. Biztosak vagyunk benne, hogy ugye ezeket nagyon nehéz keltezni. Ezt egy 16. századi rétegben találtuk, ezt a kisebb ágyugolyót, ezt a nagyobbat pedig egy 17. századi rétegben. Tehát egy korai és egy késői török ágyugolyót lehet itt most megtekinteni ezen a felvételen.